A Tóparti Gimnázium felhívása értő fülekre és gondos kezekre talált. Az önkéntesség évében találkozót hirdető szervezők a betonrengetegek szélén igazi gazdák módjára tették szebbé, élhetőbbé környezetüket. 2011 Európában az önkéntesség éve. Ezt a két programot kötöttük össze azzal, hogy a ma délelőtre kértük meg a diákjainkat, szüleiket egy felhívással, hogy jöjjenek el, és tegyük szebbé, tegyük elegánsabbá, tegyük lakhatóbbá azt a környezetet, ahol minden napunkat törtjük. Víz Attila környezetvédelmi tanácsnokként, képviselőként hiteles útmutatást adott közvetlen feladatairól is, tette ezt kétkezi munkával. Mindig fontos, hogy a környezetünkben megtalálható problémákra rávilágítsunk, az ott élő civilek vegyék a fáradtságot és önszerveződő módon tegyenek ellene. Az önkormányzat, illetve én, mint környezetvédelmi tanácsnok, ezeknek az akcióknak mindig a támogatása mellett vagyok, mert egyrészt közösségépítő ereje van, illetve hát a végén van egy olyan jó első érzés, amivel ha végignézünk, már itt is láthatjuk, hogy a nagyja össze van szedve, ez jó érzés. Bokorkatáikat nem volt nehéz megszólítani. Diáktársaival együtt elkötelezettek a szépség iránt. A diák önkormányzat kitalálta, hogy jöjjünk el itt szombaton, és takarítsunk, mert elég piszkos ugye a környezetünk, és ide járunk hétfőtől péntekig, és kicsit tegyük szebbé a környezetünket, és hát kapva kaptunk ezen, és ahányan tudtunk, kijöttünk. Az ígéret szép szó, tudjuk ezt a népi ritmus első feléből. A Tóparti Gimnázium tanárai, diákjai és a szülők pedig megtették, hogy a második mondat is valóság legyen. Ha megtartják, úgy jó.